Felfüggeszthetik az uniós pénzeket, a korrupt, azaz a bíróságok munkájába beavatkozó, vagy a csalások és korrupció ellen nem megfelelően fellépő tagállamoktól, a vonatkozó tervezetet megszavazta az Európai Parlament. Az Európai Bizottság feladata lesz, hogy egy független szakemberekből álló testület segítségével megállapítsa, léteznek-e a jogállamiság tekintetében fennálló, úgynevezett általánossá vált hiányosságok, amennyiben ilyet észlelnek az előfinanszírozás csökkentésétől, az az uniós támogatás felfüggesztéséig terjedő válaszintézkedéseket javasolhatnak. A javaslatot csak az EP és az EU tanácsa jóváhagyását követően hajtják majd végre. Az Európai Parlament és az uniós miniszterek feloldhatják az uniós források felfüggesztését, de csak abban az esetben, ha a bizottság által beazonosított hiányosságot a tagállam orvosolta. A plenáris ülésen a korrupció kapcsán említést tettek Magyarország és Lengyelország helyzetére. Korábban több politikus is hangsúlyozta, hogy Románia sem áll messze attól, hogy elindítsák ellene az alapszerződés hetes cikkeje szerinti eljárást.